Sziasztok! Egy újabb rövid videó, ismét Money Glitch, ezúttal viszont driftelünk. Én abszolút nem tudok driftelni. Ez meg fogom mutatni a térképen, hogy hol. A glitch maga az itt történik, ezen a kör alakú pályán. A legegyszerűbb módja ide kerülni, ugrás ehhez a házhoz, és akkor végigvezetünk odáig. Ehhez cserélünk autót nyilván. Valami driftes tütüt megpróbálunk keresni. Nekem van egy-kettő, az RX-7 is jó. Van egy Nissan Silviám, ami szintén driftre van kialakítva. Viszont úgy tudom, hogy még ilyen Porsche, Panamera, ilyesmik, ezek jók hozzá. Azt elmondanám, hogy ez a glitch, ez minden egyes platformon működik. Tehát PlayStation, Xbox, PC. Lényeg, ami lényeg az annyi, hogy ugye, ha éjszaka csináljátok, akkor levelt tudtok növelni, szintet. A nappal akkor nyilván pénzt tudtok csinálni. Éjszaka ez eléggé macerás, megmondom őszintén, hogy miért, ugyanis hát ez egy eléggé olyan hely, hogy nagyon tele van rendőrökkel. Van ott egy sarok, egy benzinkuton, ott szinte mindig áll egy rendőrautó. És ebből a szempontból irányban vagyok? Jó. Ebből a szempontból eléggé necces ott. Nem jó irányban vagyok. Ebből a szempontból eléggé necces ottan éjszaka driftelgetni. A bátrak bevállalhatják. Igazándiból én, ahogy mondtam nektek, én nem igazán tudok driftelni. De ez ne zavarjon benneteket össze. Az előző videóhoz képest ez a glitch annyiban különbözik, hogyha 17.000 pontot elértek itt a drifttel, akkor 6450 dollárt, ilyen játékbeli pénzt tudtok összegyűjteni, ami durván 10 másodpercet vesz igénybe. Tehát úgy gondolom, hogy ez azért eléggé jó. Eléggé hamar meg lehet ezt csinálni. Itt fönt is lehet kezdeni akár. Most megpróbálom. De ugye hivatalosan lent kezdődik. És amint látjátok, ezért kaptam 4000 dollárt. Amit mondtam, itt vannak a rendőrök, itt kempelnek. És ez így eléggé megnehezíti azt, hogy éjszaka itt driftelgessék. De ezt ugyanúgy fordítva elkezded, és akkor mész felfele, lehet csinálni a végtelenségig. Mondtam, én nem tudok driftelni, sorry. És akkor visszafordulsz, és csinálod tovább, és minden egyes alkalommal, ha el tudod érni ezt a bizonyos 17.000-es határt, 6500 vagy 6450 pénzt ezért fogsz kapni. Lehet csinálni a végtelenségig. Öpszi.
Nos, ennyi lett volna. Rövid money glitch, driftelés. Én nem tudok driftelni, ahogy mondtam. Bocsánat, nem tudtam bemutatni a 17 ezret. Nem is fog összejönni, úgy nézem. Sőt, ezért még semmi se járt. Nos, próbáljátok ki, hogyha van kedvetek, ezt ugyanúgy a végtelenségig játszhatjátok, éjszaka, nappal. Money glitch, drift, sziasztok!